A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez az elnyűjt, kalapos ember én vagyok. Ennek a filmnek a rendezője. Ezek a jószágok itt a miénkek. Pontosabban Luca Rozikámé, Lilácska a Zsombié. Itt legelnek a többiek is. Lilike, Teca, Ilka, Ari, aztán Zsuska, Tibi és László az ökör. Itt élnek szabadon. Köztük a legszebb, Lali, a falu bikája. Ez a fasor a farkaserdőre visz. Néhány éve gombászni indultam, amikor döbbenetemre szembe jött velem a reggeli párában egy szürke marha. Egy ekkós szekeret húzott. Így találkoztam a vándorral és azzal a vágyjal, hogy én is vele menjek. Itt hagyjam megkötött életem. Persze a vándorlásunkat filmre is vesszük. El is jött a pillanat, felénk a határ mentén táborozott a vándor. Szeretettel fogadott bennünket. Bemutatta bővülő csapatát. Bürök az immár öreg ökör mellé, Borsó, a fiatal jószág került. A tejet a borzdeles tehén Piri adja. Piri vemhes, így hát az elkövetkező időkben hosszú útra nem készülnek. Mégis mikor indul útnak? Amikor úgy érzi, menni kell. Megbeszéljük. Előtte telefonálunk. Aztán a télen rossz hangulatú SMS-t kapok. Elmegyek hozzá. Jól van. Várja a tavaszt. Hívom az operatőrt, hamarosan indulunk. De néhány nap múlva hosszú levelet kapok. Kedves János, most semmit sem szeretnék filmen megörökíteni és átadni. Én csak szépen szeretném élni az életemet, és kész. Azt gondolom, a saját gondolataidat magadon keresztül kell megmutatnod. Mit jelent a szabadság? Az biztos, hogy én őrzök valamit, ami keveseknek van. De ezt a valamit nem videókazetták, újságpapírok vagy digitális fájlok fogják megőrizni, hanem csak emberi szívek. Boldogságot! A szabadságot magadon keresztül, mondja a vándor. Tényleg, itt vannak az én szabad barátaim, Lali, a Szürke Bika és társai. 9 éve az utolsó karácsonyunkra Rozikámtól egy képet kaptam. Rajta a szöveg: Vasgérban, azaz Magyarországon él egy nagy vadállat, olyan, mint egy elefánt. Feje olyan nagy, mint egy borjú. Vadásszák, és úgy nevezik a tagda. Csodálatos állat. 3 éve, mint annyiszor, karácsonykor, vágytam a gyermekkor betlehemes otthoni csendjére. De már senkim sincs a faluban. Fényességes Jézust váró este volt akkor. A hold nappali fénnyel világított. Talán, hogy el ne tévedjenek a csordapásztorok. Karácsony reggelén jöttem le 7:30-kor etetni. A Bika mindig itt szokott várni. Itt ide raktuk a Dezsővel előtte 2-3 nappal 5-6 guriga szénet. Így nem láttam be oda. Mondom, hol van Lajos, itt áll mindig. És amikor jöttem, és itt kibukkantam, itt jöttem be a szén a bálák mellett, akkor láttam meg a hátulját, hogy fekszik a földön. Nem, soha nem szokott feküdni. Tehát még szóltam neki, hogy ébresztő, mi van, és akkor láttam meg, mikor ide kiértem, hogy még először nem is tudatosult bennem, hogy nincs feje az állatnak. Tehát azt láttam, hogy fekszik meg, a csupa vér minden, és akkor vettem észre, hogy sajnos levágták a fejét. Úgy érzem, az én szabadságom majd valahol máshol kezdődik. De a film forog tovább.
Biztos van, akinek sikerült megőrizni valamit, valami rejtett kincset az egykor vágyott szabadságból. Ott van kis Somjón Teréz és Imre, akik nagy tervekkel érkeztek negyed százada. Fiúk Győző is itt él. Gazdálkodni próbál, szépen farag. A filmezésre csak legyint. Nem mondja ki, de a vándoróta tudjuk. A szabadság ellensége, a nyilvánosság. No, ezt is megértük. Ez nem a klasszikus lovasiskola, tehát nekem nem is ez az ambícióm, vagy nem ez a célom, hanem a ló megszerettetése és a ló használat, hogy a ló már, tehát hogy nem az volt valaha, hogy fölüljünk rá, aztán körbe-körbe menjünk, vagy esetleg kimenjünk az erdőbe, hanem az egy plusz volt, hanem használjuk, most jó értelembe véve használjuk a lovat. Mindennek van rakkolás része, aztán... Világos. Igen, hogy annak érzem-e, amit csinálok. Te annak érzed? Rakkolásnak? Aha. Nem. Én tudok örülni nagyon még most is, amikor vendéggel megyek ki lovagolni. Nem azt mondod, hogy... Ó, Istenem! Én nem sokára jönnek meg. Mondjuk fontos. Nem esik, most már hazudnék, ha azt mondanám ugyanakkor, hogy állati jól esik, amikor mit tudom én havas időben egyedül télen lovagolok. És akkor még nem az istálló munkát mondtam, hanem a lovaglás részét. De az is kell. Tehát azokat már nem úgy kívánja azért az ember szervezet. Imre Kisújszállási. Én hegykői vagyok, vagy hát soproni, mert 14 éves korom óta soproni vagyok. És... úgy döntöttünk, hogy legalább az egyik szülőhöz legyünk közel, mert valahova tartozni kell. Tehát ez fontos volt, hogy ha már onnan eljött Imre 350 kilométerről, akkor legalább az anyuék legyenek valamennyire. És akkor bejöttünk ebbe a faluba is, minden alkalmas volt arra, amit láttuk, hogy a lovaknak van istálló, ezt át tudtuk alakítani, terület van hozzá nagyon nagy, és ezen sokat tűnődtem, hogy fejest ugrottunk a nem tudtuk miben. Mi egy akkora váltással ugrottunk, hogy mindenünket ott volt. Úgy, hogy két gyerekünk volt, tehát Imrének az előző házasságából nekem Győző, és azt se tudtuk, hogy mit csinálunk. Piacra jártam innen, Sopronba, hátizsákkal, busszal, mert nem volt autónk, és az ottani piacon, az anyuék miatt, mert ők nagyon jól működtek a piacon, annyira jól, hogy én először nem hittem el, Svájcból jártak ki az anyuhoz, meg az apuhoz, apácák, akik egy otthonnak vitték azt a minőségi hárut, amit az anyuék termeltek. Ha magad ura vagy, az egy roppant nehéz dolog. Te osztod be az idődet. Mi itt a nap 24 órájában vagyunk együtt. Nincs beosztottunk, nincs főnökünk. Mindenkinunkat egymással kell megoldani. Pénzünk soha nem volt, mert nem is lesz. Soha. Az biztos. Most érzem először azt, hogy talán hiba volt, hogy ennyire sem a pénz dominált az életünkben. Most. És ez tényleg csak talán egy év. Mert? Nem tudom. Mert érzed, hogy megöregszel? Igen, az is benne van. Tehát nem lettünk a most úgynevezett konzumidióták, vagy ezek a bedarált, vagy bérrabszolgaság, vagy amit most így használnak, azok talán nem lettünk, de azt a szabadságot, amiben akkor mondjuk biztos naívan, fiatalon reménykedtünk, vagy reméltük, azt azért nem értük el, vagy azt, hogy aztán ez a mi kicsinségünk, vagy a világ, a kettő együtt. Ha úgy nézem, nem vagyok elégedetlen, tehát a sorsommal, vagy az életemmel. Érted? Tehát a szomorúság, vagy így, hogy Nem az anyagiakat nézve, vagy ne csak az anyag, tehát ne kizárólag, hogy egyértelmű. Tehát, hogy én egyszer azt fogalmaztam meg, hogy ha nem így élnék, így szeretnék élni.
komondor volt. Ha-ha! Itt van az én édesapám. Na, megjött én kaput. Csókolom. Na, itt van a kicsit csapat. Hello. Eléggé nagy piacosok voltunk az anyuval. Volt a paradicsom, uborka, paprika, zöldség, hagyma, ezekből tevődött össze a rakomány. Én a földet úgy szerettem, én marokszám ettem volna a földet. Én úgy szerettem a földet. Na hát ezt úgy értsétek, hogy szerettem benne dolgozni, szerettem benne termelni, máma is, vallom is, hogy én marokszám enni máma is a főre, úgy szeretem. Ez meg is hálható. Hát meghozta a szüleink örökültök ezt a szorgalmat. Akkor, amikor ezt a parasztvilágot fölborították, az akkori fiatalok is, senkinek nem tetszett a helyzet. Fél évvel azelőtt vettünk egy gyönyörű szép pár lovat. No igen, én azzal az egy pár lóval mentem be a kolhozba, mentem, bekergettek. A saját lovaimat már nem adták nekem oda. Én még éjfélkor befogtam. Aztán elmentem Sopronba Szénáért. Ezért én fegyelmit kaptam. Hetedike az a kommunisták ünnepe volt. Mi volt az az ünnep? Igen, igen, ez a szovjet ünnep volt. A szovjet ünnep volt. Aztán hát akkor nagy daridó volt. Mulatság alatt a pisálás rám érett. Tartózkodtak azok a zöldávósok, meg a kékávósok, mert itt ilyen objektumok voltak. Ma előttem több ilyen fiatal gyerek is ugyanígy elvégezte a pisilés. Pisztollyal terjedt az orrom alatt, álljok be a sorba én is, mert én is elkövettem ugyanezt a bűnt. Kaptam a kádit pisztollyal együtt, kicsavartam a kádébe a pisztolyt, meg egy jót bemostam neki. 5 hónap börtönt kaptam, amit letöltöttem. Azaz, hogy én letöltöttem, aztán kiengedtek, azzal nem volt vége a dolognak, hanem az önig sokáig elkísér. Hát hál' Isten, hát aztán mindig föl tudtunk állni. Ha végül is jó volt az életem, jól csináltam, nem csináltam. Jó, erre most gondolkodás nélkül válaszoltam. Jó, elégedett vagyok magammal. Gyerekekkel is. Ha én ezt úgy összegezném, hogy nem az az ember a gazdag, akinek körülött halomszám van a vagyon, hanem például most a magunk életét mondom a feleségemmel. Hát mégse voltunk olyan igen körülálcázva, vagyonokkal, vagyonosítva, de boldogok voltunk. Ami többet ért bármekkora vagyonnál. Én az értéket a békességbe, a szeretetbe találtuk meg. Meg hát gondolom, hát akkor a gyerekekben is ezt neveltük. Hogy lehet-e, hogy őzőből egy olyan földszerető ember, mint a nagyapjából? Majd a sors ráviszi. Mert a sors elég nagy dirigens. A Sághegynek különös sugárzása van. Biztos nem véletlenül itt próbálta ki Eötvös Loránd az ingáját.
Ma is gyakran felkeresik a hegyet a béklyóiktól szabadulni vágyó emberek. Számomra nincs akadály! Én vagyok a fény! Én vagyok a fény! Nincs bennem félelem! Nincs bennem félelem! Én vagyok a fény! 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 Legyen így most! Legyen így most! Tapsoljuk meg magunkat! Kidányunk, nézzétek meg! Micsoda fénytáron, meleget! Ha a Sághegyen jártam, Ferivel mindig találkoztam. És mindig egy hatalmas követ cipelt. Vagy egy talicskában tolta az apraját. Sok-sok éve rakja a követ. Szabadon. Tehát ez a második terület, második tag, és itt kezdődik a harmadik, ennél a kőfalnál. Valamikor több ezer évvel ezelőtt itt egy tündérkert volt, és gyümölcsfákkal, szőlővel, kis hajlékkal, ami aztán tönkrement. Ez sok ezer évvel ezelőtt történt. És én úgy kaptam ezt az örökséget, hogy ezt az érdemkertet hozzam helyre, építsem újra. Részben itt voltak a kövek, részben elvitték várat építeni a hegytetőre, stb. Úgyhogy a feladat arra kényszerített, hogy valóban nekiálljak és csináljam. Visszaépítsem azt a bizonyos édent. 15 évig ez épült, még egy 15 év is, és azt mondom, hogy majdnem ilyen volt. Amikor a Matyi fiam 2 éves volt, akkor írtam egy mesét a Sághegyről. Hol volt, hol nem volt, egy híres óriás. A Rába völgyében ő volt az úr, nem más. Övé volt a mező, övé rét és erdő, de hogy el ne felejtsem, a neve Herpenyő. Ki gondolta ekkor, hiszen nem volt fáradt, építsen magának hatalmas kővárat. Tudta, kövek nélkül nem mehet semmire. Nem fecskemadár ő, avagy fülemile. Felfedezte, hogy vannak a közelben hegyek. Elég, ha közülük kiválasztva egyet, annak bazaltjait elhordja majd szépen. Fű és fa és virág nem maradhat épen. Közel állt a Sághegy, hát azt választotta. Hogy a kisgyermek látná, azt mondaná, ott a. Örült az óriás, alig fért bőrébe, már csak alkonyodjon, mehessen sötétbe. És akkor így kezdődött a kőtörőnek a története, aki édesapa valójában, tehát a Herpenyő az édesapa. És nekem kell megvédeni ezek szerint a területet. Ez a terület, amely 3 egymásra szervesen épülő tagból áll, ez az én számomra játéktér. És amit itt csinálok, a munka, az pedig játék. De nem gyermekjáték, mert komoly fizikai, szellemi, sőt mondhatnám, lelki munka van mögötte. Ezt a területet a Jóisten ránk hagyta örökségül. Ide állított minket, hogy állítsuk vissza azt a édenkertet a régi szépségében. Egy régi térképen láttam, hogy ez a terület köves. Ez a neve, tehát a dűlő neve, hogy köves. És amikor megkaptuk ezt a területet, nem egyszerre, hanem 3 részletben,
Akkor itt szanaszét hevertek a kövek, kiálltak a földből, mint a föld csontjai. Ezeket összegyűjtöttem. Azért néhányszor próbáltam összeszámolni, hogy mennyi kő lehet itt súlyra. Körülbelül 10 vagont vallottam be magamnak, de lehet, hogy ennél több. Igazából, amikor ez kész lesz, ez egy szakrális tér lesz. A harmadik tagon, a tagban fölfele egy kálváriát építek. Olyan szerű állomásokkal, mint egy kopjafa. Egy kálvári esetében beszélhetünk külső történetről és belső történetről. A külső történethez tartozik maga a mozgás, a fölfelé zarándoklás, egyre följebb, ahogy haladunk fölfele, lélekben is fölfele, és hát, ha nagyon mélyen átélve tesszük meg ezt az utat, akkor egy kicsit tisztábban érkezünk meg a tetejére, mint ahogy elindultunk. Lajos otthagyta párizsi bohém jó világát. Lerakta fotomasináját, egy kemenes aljai faluba költözött. Kertészkedik, szőlőt művel a Sághegyen, és adja tovább Kárpát-medence szerte mindazt a tudományt, amit az elmúlt évtizedekben összegyűjtött. Kemenes alja az gyakorlatilag sík terep, amiből három vulkán emelkedik ki. A hozzájuk tartozó szellemi rend vagy küldetés úgy áll föl, ha megnézed a térképen, mint a viskolai vonalzó, a hosszú oldalú vonalzó, a derékszögű vonalzó, csak kicsit hosszabb, a Pantheon aranymetszésében van pontosan a görög templomok aranymetszésében. Az alsó sarka, a derékszög alsó sarka az a kis csomjó, a hosszú sarka az a nagy somló, a felső sarka az pedig, ha talpára tesszük ezt a derékszögű vonalzót, az pedig a Ság. A Sághegy az szaturnuszi terület, ahol most állunk, szaturnuszi terület. A szaturnuszi minőséget a legtöbb ember nem tudja, a ma embere nem tudja se felfogni, se érzékelni, de mégis a tudat alatt menekül tőle. A apák fiai nem viszik tovább a szőlőt, mert a Szaturnusz az a mi életünkben az időmestere, a küszöbőre, a lépésről lépésre haladás mestere, az önelszámoltatás szaturnuszi minőség, mit tarthatsz meg, amit létrehoztál az életben, mi az, ami nulla, kénytelen elszámolni, ezért ma embere ide nem igeljön. A három hegy rezgés állapota, mint az előbb említettem, az az infravörös területére esik, ez az 5-15 mikrométer közti terület, ami a legéltetőbb hullámhoz a Föld nevű bolygón, a tavaszi napsugár hullámhossza valójában, a víz olvadt állapotának, vagyis a legéltetőbb víz hullámhossza, amit mesterségesen is létre lehet hozni, vagy segíteni egy ilyen építészeti formával, például mint ez a turbusz, amihez még a növényvilágot is meghívom segítségül, a borostyán, ha befutja, akkor válik ez valójában éltető vagy gyógyhelyé. Hogy az egész jelen pillanatban rám bízott területet én így próbálom berendezni, hogy kártszerű, szőlős kárt legyen. Valamikor az ember nem volt az öt érzékszer börtönébe zárva. Szép lassan bezártuk magunkat, főleg amit úgy hívnak, hogy a felvilágosodás kora, onnan kezdve nem a villany kapcsolódott föl, hanem egyre sötétebb lett, és valaha az ember nem volt bezárva az öt érzékszer börtönébe, hanem 12, és akkor
11, szépen lepusztultunk az öt érzékszerv szintjére, ami gyakorlatilag egy börtön. Mert döntésképtelen is, a döntéseit az agyával hozza, az pedig az nem döntőszerv, hanem végrehajtószerv. És ott csak hibát hibára halmozhat az ember. Itt három agy. A fejünkbe lévő, a szívecske és a zsigeri agy. Ha együtt tudjuk működtetni, akkor a belső hangot, az első megérzés, a belső hang, vagy az első gondolat, maga biztos követése, amit nem írsz fölül, mert mikor a szívecskét mondanád csak az előbbi példával, hogy mikor kell hazajönned neked Párizsból, ha az agyamra hallgatok, akkor nem jövök haza. Már anyagi nyűkbe, stb. Bejáratott rendszert ott hagyni, azt ma ember azt mondja, hogy hülye. Nem? És a szívecske megmondja, hogy menni kell hazajönni. A sugallatokat is úgy értelmezi ez a hármas rendszer, hogy az agy veszi az adást tovább a szívhez, a szív dekódolja vissza az agyhoz, és ott értelmezi. Nagyon kevesen mernek az első megérzésre, vagyis a belső hangra, a valós énjének belső hangjára hagyatkozva azt követni. Fölülírják intellektus. Valamennyire képességeimet is odáig fejlesztettem, vagy úgy lehet mondani az előbb emlegetett gondolatmenetben, hogy az öt érzékszer börtönéből valamilyen szinten illene mindenkinek kiszabadulni, én valamennyire ki vagyok szabadulva. És például a magasrendű hely, vagy nagyon alacsony rendű hely, lebutított helyet, azon nyomban megérzek, hogy itt mi a gond. És viszonylag rövid időn belül hát is látom, hogy mitől jó és mitől nem jó. Ennek egy része mérhető, egy része nem mérhető. Én nem igen használok eszközöket. És te hogy gondolod, neked sikerült valamit ebből a természetközeliségből megszeretni? Hát én a természetközeliséget azt mindig is nagyon szerettem, tehát mondjuk mi Budapesten is úgy éltünk, hogy mindig kirándultunk, eveztünk, tehát hogy Duna mellett voltunk, tehát az, de az más, hát szóval az más. Hát a ilyen földművelésféle dolgokat nem, nagyon nem. Tehát nekünk a családunkban se volt igazából senki, tehát még így nagyszülők se. Igen. Voltak úgy földhöz kötődve, úgyhogy hát nem tudom. Én nem vagyok elkeseredve, de lehet, hogy az meg egy nagyon speciális, csúnya szóval közeg, amiben én mozgok, mert én rengeteg olyan emberrel találkozok, akik újra nagy szeretettel tudnak a földanyához nyúlni, művelik és előre jól érzik magukat ebbe a még nem éppen megbecsült közegbe. Újra, szintén a liberalista idők óta a paraszt az akár pejoratív fogalommá is vált. Még ma is használják gyerekek, egymást leparasztozzák az iskolában. Még itt Szál és Lönöc viszonylagában is a városi gyereknek mondott. A legfontosabb szakmák ki kéne tenni. Első a paraszt, és utána jön a többi. A földből élünk. A legtöbb ember már nem köti össze, mikor eszik azt, hogy a földanya ajándékát eszik. Nincs tisztelet. Az ételt is úgy kéne enni a tányérból, a tányér és a kert között nagyon rövid kéne legyen az út, és a tányérból ki kell tudni olvasni a teremtő személyre szabott szerelmes levelét minden nap. Na, ettől igen messze vagyunk. Naponta számodra írt szerelmes levelet ki kell olvasni a leveses tányérba. Nagy tisztelette. Az a fajta paraszti kultúra, vagy az a hagyomány, az eltűnt, az biztos. Hogy aztán az ilyen utolsó mohikának, vagy bölénynek át tudják-e azt adni még? Mindenképpen korszakváltást élünk, úgyhogy egy lebukó, menthetetlen
kor megy a semmibe, mert már nem tudjuk, hogy tömegember abszolút nem föl se fogja, hogy mi történik vele, ez lejárt, mint a Wecker óra, és teljes új értékrend mellett lehet élni. A fiatalok előtt van a legnagyobb teher, vagy nincs is más út, három lehetőség van egy fiatal előtt. Bál kukacnak a még piros almába, vagy teljes más utakat keres, és a harmadik, még akit néha tisztelek is, de félreértés ne legyen, nincs más lehetőség, a harmadik, mint drogos lesz, és alkoholista, és vergődik a semmibe. Ez a három út van. Szabadság az ma jeszemmel itt 62 éves öreg rockerként, azt mondhatom, a szabadság az annak az amerikai félreértése, meg a nyugatról jött félreértése, az semmi, az egy megfoghatatlan humbuk, meg jakobinus változata. A szabadság az akkor szabadság, mikor lemondasz róla, és beállsz szolgálni. A teremtő munkatársaként beállsz szolgálni. Önként és dalolva. Hát igen, én már régen megfogalmaztam magamnak, hogy nem az a szabad, aki azt csinál, amit akar, hanem az a szabad, akivel azt csinálnak, amit akarnak, és ez őt nem billenti ki az egyensúlyából. Hogy valójában, mivel minek 8 gyerekünk van, és nem csak az ő szempontjukból, hanem egyáltalán emberi szempontból, a mai világban ahhoz, hogy valaki megismerje az életet, a természetet, önmagát, ahhoz nagyon nagy segítség, hogyha elkezd a természetben élni és gazdálkodni, vagy hát foglalkozni növényekkel, állatokkal. Mert a természet az egyenes, az nem hazudik. És hogyha ott hibát követsz el, akkor a fejedre koppintanak. Keskeny az út, amin járunk, mondja András itt a Kőszeg környéki faluban. Ha őket nézem, arra gondolok, Vándor barátom, jó lehetne egyszer megállni. Gyere, bocika! Nem az a célunk, hogy gazdálkodjunk. Tehát tudod, a gazdálkodásnak az a lényege, hogy befektetek egy forintot, és kiveszek 2 forintot, mondjuk. De hát valahogy úgy alakult az egész, hogy ide falura jöttünk, hogy nem volt tőkénk. Tehát egy józan, okos ember soha az életbe bele nem vágott volna a falusi életbe, hanem csak egy ilyen együgyű lény, mint amilyen én vagyok. Ilyen nagyon nagy, naív, jó szándékú együgyű, aki mindig jót gondol. Egy ilyennek az útja ez. És hát valójában annyit tudtunk megtenni, hogy az élelmiszert a családunknak, méghozzá egy nagyon magas színvonalon és magas minőségben ezt megtermeltük. És mivel én egy olyan alapállású ember vagyok, hogy mindent megfigyelek, és kutató típusú ember, ezért menet közben, ahogy itten elkezdtünk élni, és nem gazdálkodni, hanem termelni. Megtermelni mindent, hogy legyen krumplink, paradicsomunk, húsunk, gyümölcsünk. Például az egyik első célunk az volt, hogy egész évben legyen friss gyümölcs. Tavasztól késő őszig. Hát és most eljutottunk odáig, hogy néhány éve ez megvalósult. Hát én végeztem mezőgazdasági főiskolát. Kiderült, hogy én ebben a mezőgazdasági rendszerben nem férek bele. Mert nekem volt abban az időben egy alaptörvényem, és ez a Bibliából vettem ezt a szót, hogy az úgy, és a nem. Éppen Hódmezővásárhelyen dolgoztam, egy állami gazdaságban. Tudni, közben megnősültem, és a feleségem odavaló volt, és ott tudtunk életet kezdeni együtt. És az állami gazdaságban ott is ugyanezt én megmondtam az ottani főnökömnek, hogy ide figyelj, Miklós, rendben van, de azt tudni kell, hogy én mindig az igazat mondom. Azt mondja a Miklós, hogy jó,
Hát azt el is várjuk tőled, hogy az igazat mondjad. Mindig az igazat kell mondani. Mondom, de mindig azt mondom. Mindig elvárjuk. Így megbeszéltük. Hát mentünk a természeti telepre, és meg kell számolni, hogy hány hengerbála van. Mondták, hogy ezt a kazlat nem számoljuk. Mondom, hogy nem számoljuk. Hát eddig volt ott pályafutásom a állami gazdaságban. És úgy terveztük, hogy mindenünk lesz, mindenünk. Tehenünk is, meg gyümölcsösünk, gyerekeink sok. Tehát amit el tudsz képzelni, egy élethez kell. És eszembe jutott a gyerekkori, itt eltöltött sok szép idő, és eljöttem ide, és elkezdtem keresni, hogy hova lehetne települni. És ezt találtam. Tehát nem azért, hogy ez olyan szép ház lenne, de alkalmas arra, hogy itt éljünk. És közel van a természethez. El is jött András, itt élt egy évig külön, mikor megtalálta, de ez a ház lakhatatlan volt. Ő lakott itt egyedül, és ki kellett alakítani, legalább fürdőszoba legyen meg. Úgyhogy addig külön laktunk, akkor már volt két gyerekünk. Azért itt egy szabad élet le? Hát bizonyos értelemben igen. Hát azzal, hogy magunknak osztjuk be, hogy mit dolgozunk, meg mikor. Ennek megfelelően ugye egész nap dolgozni kell. Nem az hangzott el a szüleim részéről, ők úgy érezték, mert ők faluból jöttek, sőt az édesanyám tanyán nőtt föl, ők azt gondolták, hogy ez visszalépés a városba, a faluba. Mi meg másképp gondoltuk. Mi előrelépésnek gondoltuk, nem visszalépésnek. És az is volt. Az is volt. Tehát nekünk legalábbis, ahogy a gyerekek aztán nőttek, ez volt a legfontosabb, hogy ők egészségesen nőjenek. Én nekem egyértelműen ajándék volt, hogy ide jöttünk. Reklamálnak nekem a két legidősebb. Hogy? Hogy ő nekik városban kellett születniük, és ezért azt mások. És a gyerekek mennyire segítettek a munkákba? Vagy? Muszáj volt nekik. Nevelési célzattal is. Tehát az, hogy dolgozni, azt kell. Például volt egy nagy kukoricaföldünk, és be volt osztva, hogy az a kicsié, a másik négy sor a másik kicsié, a következő nyolc sor az már nagyobb gyereké. És így tovább. És azt egész évben neki kellett tisztán tartani. Tehát többször meg kellett kapálni. Ha nem volt jó, visszament. Volt, aki közölte velem, az egyik lányom, hogy majd, ha ő 18 éves lesz, azt csinál, amit akar. És mondom, mit akarsz te csinálni 18 éves? Azt ő nem tudta. Nem tudta megmondani, hogy mit. Fiat hallgat rád? Fiam, sok mindenben hallgat, más dologban meg mereven saját véleményét hangoztatja. De hát ez így van jól. Sőt, valamennyire engem le is néz, ilyen szempontból azt mondja, hogy te városi vagy, te mit tudod ezt? Azt mondja nekem. Hát egy pici igaza azért van, nem? Valami igaza van, de annyiból ő se igazi falusi, hogy akkor lenne igazi falusi, hogyha úgy nevelkedett volna egy olyan családban, ahol mindent úgy tudtak, ahogy kell tudni egy faluhelyen. Tehát én tőle nem tudta megtanulni sok olyan fogást vagy dolgot, ami az itteni élethez óhatatlanul szükséges. Persze meg kell mondanom, hogy ez a nép, amelyik itt él, már nem szívesen foglalkozik a mezei meg az erdei munkával. Vannak még köztük sokan, akik tudnak jól kaszálni például. De most hal ki az a nemzedék. És utána nem fognak tudni kaszálni az emberek. Utána én leszek a legjobb kaszás. Az meg már elég szomorú lesz. Egy csomó dolgot megcsináltam magam. Például itt tanultam meg a gyümölcsfáknak az oltását. Hát az egy nagyon nagy szabadságot ad. Az, hogy nem kell keresgélnem a fajtákat, és most elhinni, hogy ez most tényleg az, amit adnak ott, vagy nem. Hanem meglátok egy szép gyümölcsfát, megkóstolom, és azt mondom, hogy ez finom. És szépen leoltom magamnak, és nekem is van egy olyan fám. Aztán látod, ott a szomszéd szilvása. Igen. Nagyon szépen van tisztán tartva, én kaszáltam le neki. És ide átnőtt a gyökerei. A gyökerei átnőttek erre a földre, és szépen kisarjadoztak.
És akkor gondolkoztam, hogy mit csináljak ezekkel a szilvákkal. Hát ez jó lenne alanynak, be lehetne oltani. És hát nem tudom pontosan, hogy hány, de már ebből a kis szilvásból legalább vagy 20 sárga varaszk oltványt szedtem ki, meg nem tudom hány szilva, nemes szilva oltvány. Itt volt egy nagy berkeny a szomszédban valahol, amit azóta kivágtak, és onnan vettem a magot. Ez egy magonc, és közben a gyerekek meg találtak az egyik völgyben, az erdőben egy nagyon szép termésű berkenyét, egy ilyen nagyszemű, majdnem olyan volt, mint ez az alma. Majdnem ilyen nagyokat terem. És azt gondoltam, azt mindenképpen meg kell menteni, mert bármelyik évben kivághatják, és ez egy különös fajta. És szépen oda hoztam egy létrát, és tavasszal hó, még hó volt. Hóban, ott jó magasan, olyan 3 méter magasságba beoltottam. Úgyhogy most ketté válik, az alja az még az eredeti magonc, és úgy fél felétől fölfele az pedig a nemes. És az pedig terem is. Az már most terem. Az alsó rész az nem terem. Most idén nem termet semmit. Úgy látszik, hogy lefagyott a virág. Na ez meg fehér cseresznye. Ez látod? Ez meg a Királyvölgyben egy telken találtuk. Valaki fölhívta a figyelmemet. És egyből átoltottam. Itt magától nőtt egy vadcseresznye. Itt ezen a helyen. Ezt én szépen ide beoltottam. Következő évben kivágták az eredetit ott a Királyvölgyben. De most már megmentettük, mert itt van. 2006-ban vettem ezt a földet, 12 hektár, és az a különös, én azt figyeltem meg, tehát első, második évben felfedeztem, hogy nem csak fenyő és akász, meg tölgy nő benne, hanem gyümölcsfák, vagy gyümölcsfák. Alma, körte, kökény, vadcseresznye, mirabolán, és ezekben minden oltható, meg még a galagonya. Ezekben minden nemes gyümölcsfajta oltható. Hát ez csuda. Csuda, úgyhogy van itt több száz, itt is van már benne. Száz fölötti nemes gyümölcsfa van bele oltva itten. Csak most az jött közbe, hogy szarvasok telepettek be, megtetszett nekik ez a hely, és most ezek ellen kell valamit tennem. Nem lesz erdő? Hát nem lesz, nem, ez egy liget lesz. Egyébként úgy is tervezem, hogy a gyümölcsfákat, mindegyiket egy 10 méter átmérőjű körben ki fogom teljesen tisztítani körülöttük, és hát legelőnek gondolom ezt az egészet, ez egy ilyen fás legelő lesz. És hát ezt úgy kell elképzelni, hogyha a földet magát 2009-ben vettem, akkor ez a fa, ez olyan 6 éves. 6 éve oltottam ide, és 6 év alatt ilyen fa lesz belőle. Hát mert maga az alany, az a vadkörte, az már be van ide gyökerezve. És ahogy megkapja a nemest, azonnal nagy erővel megindul. Róla mesélj valami. Hát ő a fiamnak a disznója. Méghozzá mangalica durok keverék. Én soha nem tartottam disznót, azért, mert nagyon sok takarmányt megeszik. És szerintem egy bika, az füvön felnőve sokkal gazdaságosabb, mint egy ilyen, akinek nem tudom hány mázsa szemet kell adni. De úgy látszik, hogy ebben is Zoltán megmutatja, hogy ő egy egyéniség, hogy ő disznót tart. Méghozzá ilyet. De neki ilyen szüveget tud egy disznót? Hát azért lesz a családban, aki megeszi. Lesz. De a búzát azt szoktunk termelni, és azt viszont mi magunk esszük meg. Tehát van egy kis házi malmunk, azzal meg lehet darálni, ugyanolyan lisztfinomságú lesz, és akkor nagyon jó kenyeret lehet vele sütni. Sütünk. Tehát mi csak a saját kenyerünket sütjük. Hát hogyha már egyszer falun élünk, falun, most ebben a helyzetben, ha van egy 8 tagú család, akik az élelmiszert maguknak megtermelik. Ez még szerintem még gazdaságilag is egy jó ötlet.
Nem? Tehát, hogyha kiszámoljuk azt, hogyha én például elmentem volna egy munkahelyre dolgozni, és utána megvettem volna a boltban azt az élelmet a 8 gyereknek, rosszabbul jártunk volna. Mint így. Milyen az, hogyha sok testvére van az embernek, jó, de mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor nincs. Tehát így nem tudunk hasonlítani. Mi azt nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehet egykeként felnőni, vagy mondjuk egy testvérrel. Nem, mert én is, amióta az eszemet tudom már, azért két testvérem volt, és azért csak jöttek. A könyvtárban voltam a múlt héten, és mondja nekem a könyvtáros nő, hogy Márti a lányomtól tudja, ő nem is tudta, hogy 8 gyerekünk, hogy milyen fantasztikus. Hát mondom, igen, leginkább bolondnak tartanak minket. Azt mondja, ezt nem hiszi, de mondom, hát tapasztalatból mondom. De hát egyszerre egy gyerek születik meg, ugye? Úgyhogy az ember fokozatosan hozzászokik az egyre növekvő feladatokhoz. Úgyhogy nem olyan szörnyű az, aminek tűnik, hogy az emberre rászakadnak. Egyre több a munka, de hát ehhez hozzá lehet edződni. Na de... És különösen a munka a lényege, hanem hogy mindegyik egy ajándék. Akármikor végignézek rajtuk, hát most melyik nem kéne? Ki közül kéne választani, hogy most ez nem, az meg igen. Igen, minden gyerek egy külön világ. És ezzel, hogy ők megszülettek, egy-egy világ született meg. Igen. Hogyha most ez nem született volna meg, annyival kevesebb minden. És hát mi meg szerettük egymást Ágival, és úgy voltunk vele, hogy örülünk annak, hogyha mi belőlünk még van több is. Valahogy így. Hát a legfontosabb, amit a szüleimtől kaptam ilyen szempontból, és ami nem választható el a családi létünktől, mint ilyen család, az a, hogy nem tudom, hogy fogalmazok, az a hitnek a szerep, az Istennel való kapcsolat, és az, hogy ők arra mindenképpen rá tudtak mutatni, hogy a Istennel való kapcsolatunk az a legfontosabb dolog ebben az életben, és minden csak másodlagos. Úgy érzem, hogy nagyjából minden ennek a hozadéka. Az, hogy nem minden, mert az, hogy a szüleim művelt emberek, ehhez hozzáadódik. Az, hogy igen erősen érdeklődtek azért ez iránt az életforma iránt, amit végülis többé-kevésbé sikerült megvalósítaniuk. Ez nem csak a kényszer szülte, ahogy én látom, hanem ez is egy úgymond belső indítatás, tehát a vágyaknak és az érdeklődésnek a meghatározója. Hát ez az út, amin mi elindultunk, ez nagyon egyszerű. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez egy titokzatos út. Azt mondta, hogy keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik azon járnak. Na és mi ezt az utat próbáljuk járni, és ez egy olyan út, hogy itt nem mi szabjuk meg, hogy ez az út merre vezet. És ezért van nagy jelentősége annak, amit tegnap is mondtam, hogy az egyik kulcs ehhez az úthoz az, hogy mindig igazat kell mondani. Ez már nagyon behatárolja, hogy merre lehet haladni. És ez nagyon jó vezető is. Mert amerre nem lehet haladni, arra biztos, hogy valami hazugsággal lehetne csak menni. És tulajdonképpen ez az út ide vezetett, ahol most vagyunk. Mindenkinek megvan a maga élete. És mi nem tudjuk átadni a saját életerőnket, a saját szellemi erőnket a gyerekeknek. Mi csak példát tudunk esetleg mutatni, és elmondani, hogy van ilyen, hogy lehet így is élni. Aztán ő választ, hogy milyen életet választ. A szabadságot magadon keresztül, mondja a vándor. Arra gondolok, vándorbarátom, jó lehetne egyszer megállni.